Sziasztok! Ha az elmúlt években jártatok néhány esküvőn, akkor nagy valószínűséggel ti is részt vettetek olyan külső helyszínen tartott polgári szertartáson, ahol meglepően személyre szabott beszédet hallgathattatok meg az ifjú pár megismerkedésének a történetéről, vagy a várva várt eljegyzésük nagy pillanatairól egészen az egybekelésük napjáig. Ha ti is éppen esküvőre készülöttök és ilyen szertartásra vágytok, akkor most jól figyeljetek, mert mai vendégem Vörös Garai Szilvia, szertartásvezető, aki elárulja, mi a titka az ilyen meghitt ceremóniáknak, és hogyan lehet a ti esküvőtök is hasonlóan különleges és egyedi. Köszönöm, hogy elfogadtad meghívásomat a mai videoblogomba. Köszönöm szépen a meghívást! Szerintem első körben tisztázzuk, hogy mit jelent ma az a kifejezés, hogy szertartásvezető, és mi a különbség az ő személye és a hivatal által képviselt és sokak által ismert anyakönyvvezető között. A szertartásvezető egy szolgáltató, az anyakönyvvezető pedig egy hivatalos személy. Az anyakönyvvezető közreműködése ma Magyarországon mindenképpen szükséges ahhoz, hogy egy férfi és egy nő között törvényes házasság kötessen. Ez abban az esetben is igaz, amikor a pár templomi házasságkötést tervez, hiszen jogi köteléket az egyházi szertartás sem, illetve a szertartásvezető által celebrált szertartás sem képez, egyedül az anyakönyvvezető kötheti össze a pár életét hivatalosan, úgyhogy az állam által elismert legyen. Az egyházi szertartásnál különösen az evangélikus és a református egyházi szertartás esetén, csak úgy, mint a szertartásvezető által celebrált szertartás esetén, minden esetben előbb meg kell történnie a polgári házasságkötésnek, illetve az anyakönyvvezető előtte eskünek, hiszen itt az egyház is, a református, illetve az evangélikus egyház is az áldását mondja a már megkötött házasságra, tehát hogy mindenképpen meg kell történnie a hivatalos házasságkötésnek, és ugyanez érvényes egyébként a szertartásvezetővel történő szertartásra is, hogy ott is előtte meg kell előznie az anyakönyvvezető által celebrált szertartásnak, illetve a hivatalos eskütételnek. A szertartásvezetőnek nincs megkötve a keze, nem kötik hivatali szabályok, az anyakönyvvezetőket azonban igen. A szertartásvezető egész évben, az év 365 napján, a nap 24 órájának bármelyikén, bárhol megtarthatja a szertartást, a pár igényeinek maximális figyelembevételével, amire sajnos bármilyen elhivatott egy anyakönyvvezető, nincs lehetősége. Tehát nem tudja személyre szabni minden párnak teljesen a szertartását, erre egész egyszerűen nincsen lehetősége. Amit fontos tudni, hogy állami ünnepeken, tehát január 1-én, március 15-én, húsvét, pünkösd alkalmával, augusztus 20-án, október 23-án és december 24-25-26-án semmi esetre sem vállalnak a hivatalok polgári szertartást, tehát hivatalos esketést. Ebben az esetben mindenképpen célszerű szertartásvezetőt felkérni, mintsem elnapolni az esküvő dátumát, ha ez a vágyott dátum. A július 1-éről, ami ugye a köztisztviselők napja, illetve a december 31-éről minden hivatal saját maga dönthet, hogy végez esketést ezeken a napokon, vagy nem. Azt is fontos tudni, hogy minden hivatal az egész ország területén és Budapest területén kerületenként saját maga határozza meg, illetve a jegyző határozza meg azt is, hogy melyik napokon tartanak esketést az adott hivatalban, vállalnak-e egyáltalán külső helyszíni esketést, illetve ennek a külső helyszíni esketésnek az összegét is egyénre szabottan határozzák meg, tehát minden kerület és minden város magának. Igazából nagyon változatos képet mutatnak egyébként az árak. Kisebb településeken akár 10 000 forintért is kimegy az anyakönyvvezető, de a nagyobb városokban, Budapest területén például 80-120 000 forinttal kell számolni, és úgy tudom, hogy Sopronban jelen pillanatban 128 000 forintra rúg ez az összeg. Pedig azt gondoltam volna, hogy Budapesten lesz a legnagyobb összegű. Igen, 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 de Sopron is nagyon népszerű, úgyhogy ezzel számolni kell. A szertartásvezető pedig gyakorlatilag ugyanazon az összegen vállalja, itt ugye az úti költséggel kell számolni. De alapvetően a szolgáltatás díja az minden esetben, akárhol történik a szertartás, az ugyanannyi. Milyen lehetőségei vannak a pároknak, hogyha a szertartásvezetőt kérnek fel az esküvőjükre, és te miben tudsz konkrétan az ő segítségükre lenni? A lehetőségek tárháza kimeríthetetlen, és csak
és kizárólag az ő fantáziájuk szab határt bárminek is. Tehát itt nincs olyan, hogy úgy szokták, vagy így kellene, itt teljesen minden rájuk van bízva. Én abban tudom őket segíteni, hogy semmilyen szinten ne kelljen kompromisszumot kötni, sem a helyszín, sem az időpont, sem a dátum tekintetében, illetve hogy egy olyan meghitt és ünnepélyes és leginkább személyes szertartásnak lehessenek részesei, ami azért igazából meghatározza a továbbiakat, főleg ugye az esküvő további részét. Tehát nem mindegy, hogy milyen egy szertartás, hogy indul maga az esküvő, milyen lesz ezután a lakodalom, milyen lesz a hangulat, és milyen emlékeket visznek magukkal. Ugyanúgy, mint a többi szolgáltató, tehát a ceremóniamester, a dekoros, a cukrász, ott is ők sincsenek hivatali korlátokhoz kötve, tehát ott is a pár minden igényüket elmondhatja nekik, és módjukban áll ezeket teljesíteni. Jelen esetben ugye a szertartásvezető is pontosan így működik, minden teljesít, amit a pár szeretne. Hogyan készülsz fel egy ceremóniára? Tehát például hány alkalommal szükséges találkoznod a párral ahhoz, hogy egy igazán bensőséges és valóban róluk szóló beszéddel tud köszönteni őket? Illetve ami még engem érdekelne, hogy általában milyen kérdéseket szoktál nekik feltenni, és mire készüljenek? Igen, ez jó kérdés egyébként, tényleg. Egy, maximum két alkalommal szoktunk egyébként találkozni. Az első személyes találkozásnál ott megismerkedünk. Ez egy körülbelül egy olyan egy-másfél órát jelent. Megismerkedünk, meghallgatom az eddigi elképzeléseiket, hiszen nyilván nincs kiforrott forgatókönyv már a fejükben, de természetesen mindenbe segítek. Ötleteket adok, elindulunk valahol, tehát hogy az alapelképzelések mik, és ahhoz próbálok ötleteket adni. Természetesen mindig ők döntenek, de ötleteket szívesen adok. Olyan kérdéseket szoktam feltenni, amiket egyébként a személyes találkozó alkalmával a szerződéskötést követően ők e-mailben is megkapnak tőlem, egy szertartásvezető dokumentum, szerkeszthető dokumentum formájában. Apró részletekre kitérünk. Az esküvő színvilága, az esküvő stílusa, ha van, akkor tematikája, ez is nagyon fontos. Szeretnének-e fogadalmat tenni? Azt milyen módon szeretnék megtenni? Ugye vannak az introvertáltabb és az extrovertáltabb típusú párok, sőt, még páronként is van olyan, hogy az egyik fél introvertált, a másik extrovertált, hát így egészítik ki egymást. És akkor mindig próbálunk konszenzusra jutni. Tehát, hogy lehet, hogy szeretnének fogadalmat tenni, de nem szeretnének feltétlenül a nagy közönség elé kiállni, mert mondjuk egy picit lámpalázasak, akkor arra is van megoldásunk, hogy jusson is és maradjon is, tehát, hogy mindenkinek kedvezzünk. Hogy a szülőköszöntést milyen módon szeretnék megtenni. Én javaslom, hogy minél személyesebbé tegyük, és akkor minél személyesebb történetet tudjunk e köré is varázsolni. Egészen addig, hogy milyen zenéket szeretnének, tehát hogy minél komfortosabban érezzék magukat ebben az egészben. Akkor, amikor ők ezt a szertartásvezető dokumentumot kitöltötték minden részletre kiterjedően, akkor ezek után elkezdődik ugye a szertartás tervezése. Lehet, hogy csak egyszer vagy kétszer találkozunk, de e-mailben és telefonon folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és természetesen, ha új ötletek, kérdések, kérések merülnek fel, akkor én azt szerint igazítom a szertartást a továbbiakban. Az esküvő előtti héten mindenképpen tartunk egy utolsó egyeztetést, nem azért, mert roppant kíváncsi vagyok, hanem azért, mert csak így tudom nekik garantálni, hogy amit szeretnének és ahogy szeretnének, akkor azt úgy vigyem véghez. Mi a folyamata egy olyan esküvőnek, ahol szertartásvezető vezeti a polgári ceremóniát? Itt konkrét lépésekre gondolok, hogy némi rálátást adjunk a pároknak, akik éppen esetleg az esküvőjükre készülődnek. Tehát például említetted, hogy ugye a reformátusoknál, evangélikusoknál mindenképpen előbb kell megtörténnie a polgári szertartásnak, mint a templomi esketésnek. Ilyen esetekben például mikor szükséges elmenniük a hivatalba egybekelni, és az érdekelne még, hogy te ilyenkor el szoktad-e kísérni őket, egyáltalán van-e erre szükség a későbbi szertartás tekintetében? A templomi szertartás esetén, ugye, ahogy említetted is, nem minden esetben fontos, hogy a polgári szertartás megtörténjen előbb, hiszen látunk arra példát, hogy először a templomi szertartás, és utána mennek az anyakönyvi hivatalba a párok. Ugye ezt, ahogy említettem, az evangélikus és a református szertartás esetén nem lehet felcserélni, tehát ott mindenképpen meg kell történnie a polgári eskütételnek, még az egyházi szertartás előtt.
Ugyanez a helyzet egyébként a szertartásvezető esetében is. Ott is mindenképpen az esküvő előtt meg kell történnie. Ahogy a párok ezt 3 hónappal az esküvő előtt végzik el ezt a feladatot, vagy egy héttel előtte, esetleg előző nap, vagy úgy tudják szervezni, hogy még az esküvő reggelén, ez teljesen rájuk van bízva. Az a lényeg, hogy nekem a házassági anyakönyvi kivonatot, mint ugye törvényes okiratot, be tudják mutatni a szertartás előtt, ez nagyon fontos. A bejelentkezés, itt is szoktak kérdések lenni. A párok az ország bármelyik polgármesteri hivatalába bejelentkezhetnek, tehát nincs lakóhely szerinti megkötöttség egyáltalán, ahol éppen jól esik nekik. Ellenben, tehát hogy maximum 365 nappal a polgári szertartás előtt, vagy pedig minimum 30 nappal előtte, személyesen kettejüknek be kell menni a választott hivatalba. Ott felveszi az anyakönyvvezető a jegyzőkönyvet, és nagyon fontos, hogy viszont az esketés csak abban a hivatalban történhet meg, ahol a jegyzőkönyv felvételre került. Egyébként ugye minden hivatal maga határozza meg, hogy melyik hétköznapokon esket. Ilyenkor természetesen a párok 2 tanú jelenlétével és az anyakönyvvezetővel együtt, tehát gyakorlatilag 5-en, körülbelül egy 10 perc alatt kimondják az igeneket, ott megkapják a házassági anyakönyvi kivonatot, ez teljesen ingyenes, tehát itt semmiféle költség nem terheli a párt. És ami még nagyon fontos, hogy a bejelentkezéskor a pároknak mindenképpen magukkal kell vinniük a személyigazolványukat, a lakcímkártyájukat, valamint a születési anyakönyvi kivonatokat. Abban az esetben, hogyha ez nem az első házasságuk lesz, akkor a záradékolt házassági anyakönyvi kivonatot, vagy pedig a válási ítéletet is kérni fogják majd. Már nagyon sok mindent hallhattunk arról, hogy miért éri meg a pároknak szertartásvezetőt fogadniuk az esküvőjükre. Ugyanakkor, hogyha még éppen a döntés előtt állnak, akkor mi lenne az, amivel te még tudnád őket motiválni, vagy segíteni a döntésükben arra vonatkozóan, hogy fogadjanak-e szertartásvezetőt? Milyen szempontok domináljanak a választás során? Szertartásvezetőként természetesen azt mondom, hogy minden esetben érdemes szertartásvezetőt fogadni. Magánemberként viszont és tapasztalt menyasszonyként azt mondom, hogy abban az esetben, hogyha konkrét elképzelésük van a szertartásról, a helyszínről, a millióról, a tematikáról, akkor abban az esetben mindenképpen javaslom a szertartásvezetőt, illetve akkor is, hogyha ünnepnapra szervezik az esküvőt, hogy ne kelljen ez miatt elhalasztani, hiszen ugye hivatalos házasságkötésre ezeken a napokon nincs lehetőség. Abban az esetben is, hogyha a hivatal nem vállal külső helyszíni esketést, pedig ezt szeretné a pár, vagy pedig bár vállal, olyan időpontokban, ami a pár számára nem megfelelő, tehát vagy nagyon korai, vagy nagyon késői időpontban lenne csak lehetőség a szertartás megtartására. Hogy mi alapján válasszanak? Hát az elsődleges természetesen a szimpátia. Tehát én azt mondom, hogy ha első pillantásra nem szimpatikus a szertartásvezető, akkor lépjenek tovább. Tehát ez mindenképpen nagyon fontos, hiszen itt egy bizalmi helyzet fog kialakulni. Nincs mit szépíteni rajta, árérzékenyek vagyunk. A szertartásvezetők is más-más díjszabás szerint dolgoznak, ám nem akkora itt a különbség, hogy a számottevő lenne. Én azt mondom, hogy itt néhány 1000 forintról van szó, viszont ne ez a néhány 1000 forint legyen az, ami alapján meghozzuk a döntésünket, hanem sokkal inkább a szimpátia, a felkészültség és a személyiség. Azt ugye tudjuk, hogy a helyszíneket, ceremóniamestereket, zenekarokat már körülbelül 1-1.5 évvel az esküvő időpontja előtt érdemes lefoglalni, hogy biztosan legyen helye a párnak is a szolgáltatók naptárában. Azonban mi a helyzet a szertartásvezetőkkel, vagy akár a te naptáraddal? Mennyire telítődik be akár 1 évvel a következő szezon előtt, és mi a tapasztalatod ez alapján? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Én azt tapasztaltam, hogy szertartásvezetőként sincs ez másképp egyébként, mint bármely más esküvői szolgáltatóval. Tehát ott is telik a naptár. És persze felbukkannak olyan időpontok, ha szerencséje van a párnak, ahol éppen nincs még foglalás, de ahogy haladunk a következő szezonhoz, egyre közeledünk, annál csekélyebb az esély, úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy a helyszín kiválasztása után, ugyanúgy, ahogy a többi szolgáltatót, minél előbb érdemes a szertartásvezetőt is
lefoglalni. Mit javasolnál még a pároknak, hogyha éppen most komponálják meg a szertartásukat, vagy most gondolkoznak abban, hogy majd hogyan álljon össze maga a szertartás a következő évben tartandó esküvőjükre? Milyen tanácsokkal tudnád még ellátni őket? Ne egy mellékes momentumként tekintsenek a szertartásukra az esküvőjük napján, hiszen az egész esküvőt a szertartáson elhangzott fogadalmak miatt szervezzük meg. És nem mindegy, hogy élik meg ezeket a pillanatokat, ahol fogadalmat tesznek egymásnak a szeretteik előtt, és ez egy életre meghatározó élmény kell, hogy legyen, és méltó ehhez az eseményhez, ehhez az elhatározáshoz, és nem mellesleg jó élményekkel kell visszaemlékezni ezekre a pillanatokra. Én azt mondom, hogy mindenképpen fektessenek nagy figyelmet erre a területre, a szertartásukra. Köszönjük, hogy velünk voltál, szerintem rengeteg hasznos és mindenképpen gyakorlatias információt osztottunk meg a ma minket néző párokkal. Neked további sok sikert kívánok az idei őszi és a következő 2020-as esküvői szezonra. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, nektek pedig örömteli készülődést és nagyon sok boldogságot kívánok. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a YouTube-on a Székely Cili csatornára és az itt látható közösségi oldalaimra. Találkozunk két hét múlva szombaton 9 órakor egy újabb izgalmas esküvői témával. Ti csak képzeljétek el, a többit bízzátok rám!